Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvérek, nagy ajándék, hogy ma együtt lehetünk, hálát adhatunk, hiszen azért vagyunk itt együtt, mert 30 évért szeretnénk hálát adni, megköszönni a jó Istennek ezt a 30 évet a máltai szeretett szolgálatban. Tartozunk is, és fontos is, hogy ünnepeljünk, fontos, hogy hálát adjunk, hiszen ezek a napok is erőt adnak a elkövetkezendőkhöz. Nagy szeretettel köszöntöm meghívott vendégeinket Pécsről, Dunaföldvárról, és még hát ki tudja, hogy hány helyről jöttek még, mindenkit nem tudnék felsorolni, de aki itt van és velünk együtt ünnepel, azt tényleg szeretettel köszöntöm, és kérem, hogy imádkozzon azért, hogy ez a máltai csoport továbbra is tudja közvetíteni azt, amit közvetítenie kell. Erről a prédikációban azért majd megemlékezünk egy pár szóval. Röviden a misének a menete annyi lesz, hogy a Szent Mise úgy, ahogy szokott zajlani, úgy megy egészen a prédikáció utánig. A prédikáció után lesz majd az ászlók megáldása, a gyertyák megáldása, majd pedig az ígérettétel, aztán pedig majd folytatjuk a Szent Misénket, tehát ez a kis liturgia lesz még majd a prédikáció után. Most, hogy tudjunk tiszta lélekkel imádkozni, vizsgáljuk meg a lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, adjunk számot a szeretetlenségeinkről, akár jó Isten fele, akár embertársaink felé követtük el. Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Istenünk, te Krisztus feltámadásában visszaszerezted számunkra az örök életet. Állíts minket üdvözítőnk mellé, aki jobbodon ül, amikor pedig megváltunk eljön dicsőséggel, adj részt a boldog halhatatlanságból nekünk, akiknek megadtad, hogy újjászülessünk a keresztségben. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen.
Szent lecke az apostolok cselekedeteiből. A pizidiai Antiókiában Pál apostol ezeket mondotta. Férfiak, testvéreim, Ábrahám nemzetségének fiai, és a köztetek levő istenfélők. Az üdvösség híre nekünk szól, Jeruzsálem lakói és vezetői azonban nem ismerték el Jézust. Azáltal pedig, hogy elítélték, beteljesítették a próféták szavát, amelyet minden szombaton olvasnak. Bár semmi halálbüntetésre méltót nem találtak benne, Pilátustól mégis kivégzését követelték. Miután minden beteljesedett, amit róla írtak, levették a keresztfáról, és sírba fektették. Isten azonban feltámasztotta Jézust a halálból, és ő több napon át megjelent azoknak, akik vele együtt jöttek föl, Galileából, Jeruzsálembe. Ezek most is tanúságot tesznek róla a nép előtt. Mi is ezt az örömhírt hirdetjük nektek. Isten atyáinknak tett ígéretét nekünk, az ő utódaiknak azáltal teljesítette, hogy feltámasztotta Jézust, amint a második Zsoltárban is megvan írva. Fiam vagy nékem, ma adtam neked életet. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Az Úr tisztítson az Úr is akarat, hogy nyitós minden mondat minden szinte van, hogy már az Atya, a Fiú, Szent Életnek is van. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Evangélium Szent János könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Búcsú beszédében Jézus így szólt tanítványaihoz. Ne nyugtalankodjék a szívetek. Higgyetek az Istenben, és bennem is higgyetek. Atyám házában sok hely van. Ha nem így lenne, mondtam volna, elmegyek és helyet készítek nektek. Ha majd elmegyek és helyet készítek nektek, ismét eljövök és magammal viszlek titeket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok. Hiszen ismeritek az utat oda, ahová én megyek. Ekkor Tamás így szólt, Uram, mi nem tudjuk, hová mégy. Onnan ismerhetnénk hát az utat? Jézus ezt felelte. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem juthat el az Atyához, csak általam. Ezek az evangélium igéi. Áldjon téged, Krisztus! Krisztusban, testvéreim! Megkaptam a szentelések szövegét, és hát az egyik szentet nem ismerem, a Teréz Csornet Ibárz közben járására fogjuk majd kérni az ászlók megáldását, ami a Palánki Szeretotthonnak lesz majd a jelképe, az ászlaja igazából. A másik pedig egy számomra hihetetlenül kedves szent, ami az egész máltai szeretett szolgálatnak itt Szekszárdon, mert a földvárjak megzavartak már teljesen, itt Szekszárdon a nevüket viseli. Nevek nagyon fontosak az én számomra, hiszen
nagy öröm az, hogy itt a cserkész csapat, például Szent Bernát cserkész csapat, ugye minden misén bemondom a Bernát nevet, az egyik legközelebb álló szent és életem meghatározó szentje, Szent Bernát. De ugyanígy mondhatjuk azt, hogy Kalkuttai Teréz anya is egy meghatározó szent az emberek életében. A vágyam megvan, kamera már lesz, mert oda szeretnék János Pállal párhuzamosan ugye a másik oldalra egy ugyanolyan szobrot majd szerezni Kalkuttai Teréz anyáról. Ez nem a mártaiak miatt van, de a mártaiak örülhetnek, hogy egy ilyen nagy szobor lesz itt a városban, hiszen kell, hogy felhívja a városnak a figyelmét, mint János Pál is felhívja, és Teréz anya is hívja fel a figyelmet a legfontosabb dolgokra. Ez meg kell ismerni őket. Ezért azt gondoltam, hogy nem lesz ma nehéz dolgom a prédikációban, hiszen nem vagyok a szavak embere, és ezért nagy szeretettel meghívtam prédikálni a mai napon Kalkuttai Teréz anyát. Az ő gondolataiból fogok idézgetni, és hozzáfűzni egy-két saját gondolatot, hogy én megrendítően gyönyörű, ahogy élte az életét, ahogy a világnak példakép lett, és ő elmondja, hogy mit kell tennetek, hogy ezt ti is, ha talán nem ilyen nagy hírességben, de hogy ti is egy csendes, szeretett szolgálatban tenni tudjátok. Mindenki számára talán ismerős ez a kis szlogenje a Teréz anyának, hogy a csend gyümölcse az ima gyümölcse a hit gyümölcse a szeretet, és a szeretet gyümölcse a szolgálat, és a szolgálat gyümölcse a béke. Ez egy gyönyörűen átimádkozott, átgondolt, átelmélkedett kis meghívás az életre, hogy mit is kell tennünk, hogy is kell tennünk, a csend gyümölcse a szeretet. Teréz anya rengeteget volt csendben, hiszen, ahogy ő írja, az imádság nélkül egy fél órát sem tudtam dolgozni. Az atyától kapom az erőt az imádság által. Tehát a máltai szeretetszolgálat az nem egy világi szeretetszolgálat, nem egy olyan, ami nagyon jó, hogy vannak világi segítők, meg szolgálatok is, meg másfajta mindenféle ilyen közösségek, de valahol a Málta, a Caritas és aminek az alapja ez, annak innen kell kiindulnia. Ő mindig mondta, hogy addig ne menjünk ki a szegények közé, még egy órát nem elmélkedtünk az oltári szentség előtt. Ez egy kötelező program volt. És fontos, hogy a csend szüli meg igazából, majd, ahogy mondta itt ebben a kis benne, a gyümölcse az ima. Kell tudnunk csendet teremteni. Tudjátok ezt az öt pontot, nem elmélkednék róla, a legelső a pihenés, hogy kipihenjük magunkat lelkileg, testileg, a kicsi sportolás, a másik a testi mozgás, a harmadik az ima, csak úgy tudtok imádkozni, hogyha pihentek vagytok. Ha nem vagytok pihentek, akkor az imából csak álsítás lesz meg, nem érek rá, meg nem tudom, és nincs ima. És hogyha nincs ima, akkor már a többire nem tudtok épülni. Tehát nem tud ráépülni a többi, amiről beszéltünk. És az ima megvan, utána jönnek az emberek, a kapcsolatok, és aztán jön majd a másik fajta munka. Tehát ezt mondja, imádság nélkül, tehát egy fél órát sem tudtam dolgozni, atyától kapom az erőt. Szeressetek imádkozni. Ne úgy érzétek, hogy ez kötelesség. Persze valamilyen szinten az, de ha egy férnek az úgy kell beszélni a feleséggel, hogy kötelességem beszélni vele, mert különben, ha nincs köztünk dialógus, akkor nem leszünk jó házasok, akkor kötelességből beszélek, asszony, hogy vagy, meg ilyeneket. Hát ne azért beszélgess, mert kötelesség, hanem azért, mert szeretek beszélni a feleségemmel, szeretek beszélni az Istennel. Szeressetek imádkozni, mondja Teréz anya, mert az imádság, ez egy nagyon szép képes, sokszor hallhattátok már tőlem, kitágítja a szívet. Ez annyira tetszik, hogy ha sokat imádkoztok, tágul a szívetek. Egyre befogadóbbak lesztek, jobban tudtok szeretni, dolgozni mindenfélét. Nagy lesz a szívetek.
És nem úgy lesz nagy, hogy mindenféle ostobaságot be tudok fogadni, hanem Jézusra lesz nagy a szívetek, az Istenre. Hogy őt befogadjátok, hogy az ő hangjával megtölteni, az, és utána továbbadni. Tehát gazdagítja, kitágítja a szívet egészen addig, hogy képes befogadni Isten ajándékát. Tehát nem arról szól, hogy akkor befogadjuk a sorozatokat, meg mindenféle világi dolgot, hanem az Isten ajándékát, őt magát. Gyönyörű ebbe, hogy belegondoltok, nagyon mélyen erről mond, elmélkedtek, megszerettek imádkozni, mikor értitek, hogy tágul a szívem. Jobban szeretek. Jobban szeretem a családomat, a munkámat, az munkámban lévő embereket, a közösséget. Tágul a szívem. Ez egy gyönyörű nagy dolog és érzés. Kérjétek, keressetek, és a szívetek elég nagyra fog nőni ahhoz, hogy befogadjátok és megkapjátok őt. Tehát ez lenne a következő pont, hogy a csendgyümölcse az ima, az ima gyümölcse pedig ugye a hit, hogy imádkoztunk, és a hit gyümölcse pedig a szeretet, hogy egyre jobban tudtok majd szeretni. Istent látom minden gyermek szemében, minden élet értékes Isten számára, bármilyenek a körülmények. Ezt is Teréz anya mondja. Mert a szeretet gyümölcse, ami benned megszületett, annak majd a szolgálat lesz a gyümölcse. És a Málta erről szól, a szolgálatról. Málta nem egy olyan közösség, ami nem egy ima közösség, hogy csak imádkozunk, nem egy, Málta az a tettekről is kell, hogy szóljon. És ez, hogy Istent látom minden gyermek szemében, ezt nem tudom, mikor mondta Teréz anya, de én áttenném azért ezt még egy úgy, hogy minden ember szemében Istent látom. Tehát nektek, akik emberekkel foglalkoztok, akik találkoztok emberekkel, kiváltképpen rászorulókkal, de azért nem csak azokkal, erről is lesz egy pár szó, de azokkal akkor bármilyen a körülmények, Istennek mindenki fontos. Akkor nekem is. Nem lehet a szegények közt válogatni. Nagyon nehéz. Tehát tudom, éppen a Segecsőben beszélgettünk erről, hogy most lesz van egy keresztelő, valamikor kisebbség jön, és félünk attól, hogy mi lesz, mert tudjuk, mert láttuk, hogy miséken hogy viselkednek, nem, hogy legyen külön mégiscsak megengedni nekik, de azért valahol szeretni őket, valahol azért mutatni a készséget, hogy szeretnének szolgálni, nem tudom, nem könnyű feladat, de ő bennük is észre kell venni, mindenkiben, a szegényben, a büdösben, a betegben, mindenkiben észre kell venni. És a szolgálat, a szeretet soha nem leereszkedő, amikor szolgáltok, a jótékonyság pedig nem szánalom, hanem szeretet. Mindig így kell neked dolgoznod. Jótékonyságot adsz tovább. A jótékonyság és a szeretet egytől fakad, hiszen a jótettel egyben adsz szeretetet is. Ne csak pénzt adj tehát, hanem inkább nyújtsd oda a kezed. Nekem ez a Málta, ez a Caritas, a keresztény szeretett szolgálat, akik kezet nyújtanak, akik szolgálnak. Az imádság cselekedete, tehát a szeretet, és a szeretet cselekedete a szolgálat. Ugye eszembe jött édesanyám, már többet beszéltem már róla, de annyira élveztem azt, amikor láttam, hogy meghalt apu, alig 61-62 évesek voltak, és hogy nem az volt, hogy összeessen, most mi lesz velünk, a gyerekek már kirepültek, egyedül maradtam, azonnal folytatta azt a fajta szeretett szolgálatot, amit apuval végzett. Hogy éjszaka föl kell, masszírozza, fürdeti, mindent megcsinál, érte? Fölvette ugye a Béla bácsnak, az édesanyját a kis szívébe, őt látogatta, bevásárolt neki, áldoztatta, megtalálta azt, hogy neki ez az élete. Hogy ő neki szolgálni kell, és amíg csak bírta, ugye járt a kórházakba, és ott hirdette azt, amit kellett. És ti is ezt csináljátok. De ezt rengeteg imával. Rengeteg imával, hogy legyen türelmetek, erőtök ezt megtenni. Tehát ne engedjétek, ami azért veszélyes lehet, mondja Teréz anya, nem én.
Teréz anya, ne engedjétek, hogy munkátokhoz büszkeség vagy hiúság tapadjon. A mű Isten műve, a szegények Isten szegényei. Helyezkedjetek teljesen Jézus befolyása alá, úgy, hogy az ő gondolatait gondolhassa elmétekben, az ő munkáját végezhesse kezetekkel, mert akaratotok mindenhatóvá válik ővele, aki megerősít titeket. Érdemes elővennetek ezt a kis könyvet, ha megvan véletlenül, hogy, vagy tőlem kölcsön is lehet kérni, és ezen elmélkedni, és aztán pedig tettekké váltani. Az ember legfontosabb kérdése ugye mindig az élet és a halál. Ezt megint csak azért mondom, hogy mi milyen jó, hogy mi hitből táplálkozunk, hogy a halálról való elképzelésünk meghatározza az életünket. Hát ez így van. Ugye ismerjétek a mondatot, a mi hazánk a mennyben van, mondja Szent Pál apostol. Ez meghatározza az itteni életünket. Tudjuk, hogy nem ez a földi haza, hanem a mennyei hazáért kell igazából küzdeni. És mindez még, mert tudom, hogy van időm azért, ugye, mert nem kell kapkodni. Mondtam, amikor Szálkán miséztem, ott volt Jolika is, mondtam, hogy ezt mindenki felolvasom, mondom, és el fogom mondani a szálkai misét, nem az egész körlevelet, az nagyon hosszú lenne. Pápa írt egy körlevelet a hivatások világnapjára, ugye papokért imádkoztunk, akkor valaki meg is köszöntött, és örült, hogy megköszönte a papságomat, jól esett azért, mint a pedagógus, de anyák napja, ilyen is van papok napja. És amikor ezt olvastam, akkor mondtam, hogy ezt fel fogom olvasni, hogy nagyon fontos nektek, akik közösségben vagytok, egy keresztény közösségben, hogy ezt is meg kell élni. Most eddig beszéltem arról, hogy akár egyénileg levonod a saját életedre, hogy nekem hogy kell hitemet mélyíteni, ebből fakad a szolgálat, szeret, stb. Amit hallottatok. Azt mondja, ezt most a pápa mondja, a mostani. Keresztényként nem csak meghívást kaptunk, vagyis nem csak egy személyes hivatás kihívására kell válaszolnunk, hanem egybe is vagyunk hívva. Olyanok vagyunk, mint a mozaik darabkák, amelyek egyenként gyönyörűek, de csak együtt alkotnak képet. Mindannyian ragyogunk, mint egy-egy csillag az Isten szívében és a világegyetem égboltján. De arra kaptunk meghívást, hogy csillagképeket alkossunk, amelyek irányítják és megvilágítják az emberiség útját, abból a környezetből kiindulva, amelyben élünk. Ennyi az idézet. Hogy ezt miért akartam mindenki felolvasni, mert egyenként gyönyörűek vagytok, tényleg, mozaik darabkák, de nem ez a hivatásotok. Ez a Máltánál és bármilyen keresztény közösségnél nagyon kevés, kutya kevés, nem, semmi. Nem semmi azért, na. De közösségben, ha te nem figyeld a közösséget, hogyha együtt fogtok képet alkotni, együtt. Ezért a máltaiaknak kutya kötelessége a másik máltai testvért nagyon-nagyon szeretni, nagyon-nagyon elfogadni, nagyon-nagyon segíteni. Együtt alkottok képet. Köztetek nem lehet viszály. Hát ha viszály van, akkor a Málta egyénileg jó emberek vagytok, de igazából nem, a Málta összefog. Málta egységet alkot, és ezt tudnotok kell. Itt le kell vetközni a, de nem szimpatikus, meg annyit beszél, meg beszéljétek meg, hogyha nem szimpi, hogyha olyat csinált, de ne a másik mögött. Legyetek őszinték egymáshoz. Ezért tetszik ez a kép, hogy mindannyian ragyogunk egy-egy csillag Isten szívében, de csillagképet alkossunk. Mert így tudtok igazán ezen tovább lépni, irányítják, megvilágítják az emberiség útját. Tehát nagyon jó, hogy vannak ilyen közösségeink, de fontos, hogy ez tényleg közösség legyen, ahogy a Szent Atya is kéri. És azért most tényleg befejezem lassan, de egy imával fogom befejezni, szintén Teréz anyától, ami szerintem egy nagyon szép imádság, Krisztus sugározni, nem öncélú a Málta, hanem ez egy nagyon komoly
Istenről való tanúságtevő és Istent meghívó szolgálat szeretettet. Így imádkozik Teréz anya. Édes Jézus, segíts, hogy a Te illatodat árasszam mindenütt, ahol csak járok. Árasd el lelkem szellemeddel és életeddel. Költöz belém, s vedd birtokba egész lényemet. Olyannyira, hogy életem csak a Te életed kisugárzása legyen. Ragyogj át rajtam, és tölts el úgy, hogy a velem találkozók megérezzék lelkemben jelenlétedet. Rám tekintve már ne engem lássanak, hanem egyedül Jézust. Maradj velem, hogy úgy ragyoghassak, ahogyan Te, és úgy, hogy világossága lehessek másoknak. Ez a világosság a Te fényed, Jézusom. Semmi részem nem lesz benne. Te leszel az, aki rajtam keresztül mások fényévé válsz. Add, hogy a számodra legkedvesebb módon dicsőítselek. Másokra ragyogtatva Téged, add, hogy hirdetni tudjalak anélkül, hogy hirdetnélek. Nem szóval, hanem példával, magával ragadó erővel, rokonszenvet keltő tetteimmel, a szívemet egészen betöltő, nyilvánvaló szereteteddel. Amen. Most pedig, kedves testvérek, akkor következne a kis szertartásunk itt a mise közepén. Az első lenne, hogy megáldom először is a zászlókat. Urunk Jézus Krisztus, Te az egyházat különböző közösségek és csoportok rendezett egységeként alkottad meg. Áld meg a magyar-máltai szeretett szolgálatnak ezeket a zászlóit, hogy mindazok, akik ezek alatt a zászlók alatt fegyelmezett rendben felsorakoztak, a boldogságos Szűz Mária, kalkuttai Szent Teréz anya és Teréz Csornet Ibárz közbenjárására, az emberre támadó, minden látható és láthatatlan rosszon felül emelkedhessenek, és a végső győzelem után a mennyei diadal részesei lehessenek, aki élsz és uralkodik mindörökkön örökké. Amen. Áldja meg a zászlókat a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Most a gyertyákat fogom megáldani. Urunk Jézus Krisztus, kérünk Téged, hogy áld meg ezeket a gyertyákat, amelyek a Te fényességedet jelzik. Fény gyújthassunk a világban, melegséget árasszunk a körülöttünk levőkben, utat mutassunk Te általad a mennyei Atyához. Kérünk Téged, áld meg a gyertyákat, és add, hogy figyelmeztessenek bennünket a fényé válásunkra, mi Urunk Jézus Krisztus által, Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Most az ígérettétel következik, a gyertyákat. A régi tagok és az új tagok is tesznek ígéretet. Főnök asszony kiosztja a gyertyákat. Az oltára.
akkor tovább adom, ugye? Atyák égnek, és akkor így mondjátok majd el az ígérettétel szövegét. Én leszoltam, mint a magyar máltai szeretett szolgálat tagja, Isten szent színe előtt ígérem, hogy egyházam hagyományai szerint őszintén törekszem a Krisztusi életre. Elöljáróimmal és társaimmal egységben. A szolgálat által segítem testvéreimet. Az Isten hitre. És a teljesebb emberi életre. Amen. El lehet fújni a gyertyát. Csak téged hirdet minden dicsér, mert mind a műved azzal, hogy él, ezen Cheers.
Álljunk a helyünkre, az egyetemes könyörgések következnek, aki olvassa, azt kérem, hogy majd jöjjön ki. Kérjük testvéreim, teljes szívünkből, lelkünkből, ami Urunkat, Jézus Krisztust, aki kereszt halála árán meghozta nekünk a bűnbocsánatot és a kiengesztelődést. Add, Urunk, hogy egyházad pásztorai nagy bölcsességgel, szelídséggel gyakorolják lelki hatalmukat, amelyet Krisztus Urunktól kaptak. Kérünk téged, hallgass meg minket! Világosíts meg minden ember szent lelked fényében, és üzd el a sötét felhőket korunk egéről, hogy a gyűlölet helyébe szeretet, a fájdalom helyébe öröm, a háború helyébe az óhajtott béke legyen. Kérünk téged, hallgass meg minket. Nyisd meg, Urunk, a gazdagok szívét a szegények és szenvedők szükségletei iránt. Add, hogy a munkanélküliek munkaadóra találjanak. A fiataloknak nyiss utat és távlatot a jövőbe. Segítsd a hajléktalanokat, hogy otthonra találjanak. Adj a családoknak minden nehézséget legyőző szeretetet. Kérünk adj hozzá nekünk segítséget, Urunk, hogy a ránk bizottak feladatokat a világban, az egyházban, a szeretett szolgálatban mindig becsületesen és szeretettel teljesítsük. Kérünk téged, hallgass meg minket! Jutalmazd meg, Urunk, minden jótevőnket, adj nekik jó egészséget és jó eredményeket az életben, hogy önzetlen jótetteikkel továbbra is mások segítségére lehessenek. Kérünk téged, hallgass meg! Add életadó áldásodat, Urunk, a máltai szeretett szolgálat minden tagjára és tevékenységére. Elhunyt tagjainknak pedig add meg az örök élet örömét. Kérünk téged, hallgass meg minket! Urunk Jézus Krisztus, nyújts ki segítő jobbodat néped felé, amikor irgalmadért esedezik. Ne engedd, hogy kárba vesszen a világ életéért ontott drága véred. Hárítsd el az emberiségre leselkedő veszedelmet, hogy vigasztalást találjunk halandó életünkben, odát pedig elnyerjük az örök boldogságot. Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Imádkozzatok testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
Kérünk, Istenünk, fogad irgalmas szívvel házad népének felajánlott adományait, támogasd segítségeddel, hogy amit tőled kaptunk, el ne tékozoljuk, és elnyerjük örök ajándékodat. Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy minden időben magasztaljunk, Urunk, téged, de különösen most a húsvéti időben, midőn áldozattá lett értünk Krisztus, a húsvéti bárány. Mert megsemmisült a múlt, az elesett világ újra éled, és életünk teljes épségét visszanyerjük Krisztus által. A húsvéti öröm ezért kiárad az egész földre, a nagyvilág örvendezve újjong, a mennyei erők és a hatalmas angyalok dicsőséget, himnuszát zengik, és vég nélkül éneklik. Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott. Megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föl támadásodat, amíg el nem lesz. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket,
hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Visel szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, László püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal, Szent Bernát apáttal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele, és ő benne a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön, örökké. A Krisztussal feltámadtunk, Isten gyermekei vagyunk, és nagy bizalommal így merünk imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmatból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön, örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Köszöntsétek egymást a béke jelében. Legyen békesség köztünk mindenkor. Békesség veled.
Könyörögjünk. Kérünk Istenünk, folytonos atya jóságoddal, őrizd megváltó gyermekeidet, hogy akik fiat szenvedése árán szabaddá lettek, az ő feltámadásának örömében éljenek Krisztus a mi Urunk által. Hálás vagyok a máltai szeretetszolgálatnak Szekszárdon végzett tevékenységéért, és kívánom nekik, hogy mi nagyon sok éven keresztül tudják szolgálni a szegényeket, a rászorulókat, tudják hirdetni tettükkel jó Istennek az irgalmát és szeretetét, csak így tovább. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, Fiú és a Szentlélek. A szentmise véget ért, menjetek békével. Istennek legyen hála!